Már 4 helyszínen lehet igényelni, olcsóbb bérlet kiváltására is használható a tükekártya. Zárul a Pécsi Értéktárbizottság fotópályázata pénzjutalom jár a nyerteseknek. 4 csapatos régiós kadett döntőt rendez a PVSK, csak a győztes kerül a kiemelt bajnokság alsóházába. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják január 14-én, csütörtökön. Tartsanak velünk! Többek között olcsóbb bérletek kiváltására is alkalmas a megújult városkártya. A plastiklapot a megszokott Széchenyi téri tükeirodán kívül további 3 helyszínen lehet igényelni. A tervezetteknél korábban mindhárom ponton már január 14-től be lehet szerezni a tükekártyát. Páva Zsolt polgármester éppen egy nyomtatványt tölt ki, hogy aztán ő is igényelhesse tükekártyáját. A plastikkártyának több előnye van, kedvezményekre jogosít. Tavaly decemberben komoly megújuláson, alapvető változásokon ment át a Pécsi Városkártya fényképes igazolványá alakult. A tükekártyáját nagyon megnőtt az érdeklődés az elmúlt hetekben, hát már tavaly érződött január elején, december vége felé, és látszott, hogy többen fognak jelentkezni, mint amit korábban gondoltunk. Ennek a legfőbb oka az, hogy bővültek a kártya igénybevételi lehetőségei. Kijelentette természetesen a közösség közlekedésre szóló bérletvásárlás lehetőségei. Kedvezőbbé vált a tükekártya birtokosok számára. És éppen ezért indokoltá vált, hogy ne a korábbi egy helyszín a Széchenyi téri épületben, a városház épületében legyen csak kizárólag tükekártya kibocsátásnál ugyan helyeket. És 3 helyszínen bővült egyébként ez a lehetőség. A megújult kártya célja, hogy a pécsiek az eddigieknél is nagyobb kedvezményeket kapjanak a folyamatosan bővülő szám beváltó helyen. Emellett a kártya tulajdonosok a megszokott régi áron vásárolhatnak bérleteket is a Pécsi Viszakban. 3 új helyszín került még a városház épület mellé. A város különböző pontjain, többek között itt, ahol beszélgetünk a Mirjánum üzletházban, a Kossuth tér közelében, az Árkád mellett. Tehát ez azt jelzi, hogy ezek a helyek nagyon rugalmasan, hosszabbított nyitvatartással állnak a pécsiek rendelkezésére. Tehát aki szeretne tükekártyát vásárolni, nem kell heteket várni, napokat várni, hanem azonnal meg tudja oldani. A csúcsforgalmi időkben, tehát délután 4-5 között akkor azért többen vannak, akkor pici várakozásra készülni kell, de egyébként napközben nagyon gördülékeny, gyorsan megy a kártya kibocsátása. A korábbi tükekártyákat is lehet használni, a kedvezmények élnek, ám az olcsóbb bérletekhez már az új kártyákra lesz szükség februártól. A kiváltáskor, illetve hosszabbításkor fotót készítenek az igénylőről, ezt követően percek alatt kézbe vehető a kártya, amelynek éves díja 800 forint. Igénylő helyek még a tükeirodán és a jelenlegi helyszínen kívül a Biokom Siklósi úti ügyfélszolgálata és az Apáczai Művelődési Központ aulája. A pécsi Szent Ferenc plébánia templom fából faragott Betlehemét is felvette legutóbbi ülésén a Pécsi Értéktár gyűjteményébe. A Pécsi Értéktárbizottság közölte Decsi István a testület elnöke. Mint mondta Molnár László, a Pécsi Szent Ferenc plébánia tanácsnokok testületének alelnöke, valamint Varga László plébános javasolta, hogy kerüljön be a pécsi értékek közé a faragott Betlehem. A szobrokat a Pécsi Ferences Rend Szent Ferenc oltárépítő műhelyében tevékenykedő szerzetesek és a hozzájuk csatlakozó helybéli világi kétkezi munkások készítették közel 80 évvel ezelőtt. Ez a Betlehem egyedülálló alkotás az egész országban, ezért alkalmas arra, hogy kulturális örökség kategóriában a Pécsi Értéktárba kerüljön, mondta Decsi István, a testület elnöke. Péntekig kiderül, hogy ki nyer a Pécsi Értéktárbizottság fotópályázatán. A versenyt még tavaly novemberben hirdették meg. Egy személy maximum 3 képpel pályázhatott. Ebből egy lehet sorozat vagy montázs, amely maximum 5 fotót tartalmazhat. A nyertesek pénzjutalomban részesülnek. Folyamatosan érkeznek be az önkormányzathoz, polgármester úrhoz a bizottságok, a javaslatok Pécsi értékre vonatkozóan. Ezt a célt szolgálta egyébként az ősszel indított Pécsi érték nekem fotópályázat is, ahol összesen közel 250 pályamű érkezett be, melynek a bírálata megtörtént, és az eredményhirdetésre február második felében ünnepélyes keretek között szeretnénk sort keríteni. A kormány 2015-ben összességében 6 milliárd forintot különített el a műtéti várólisták csökkentésére.
Az érintett intézmények több részletben jutottak hozzá a forráshoz, amiből a Pécsi Tudományegyetem klinikai központja is részesült. Pécsett is alapvetően három területen van jelentősebb várólista, nyilatkozta a Pécsmának a klinikák főigazgatója. A szürkehályog műtéteknél igen jelentős mértékben sikerült előrelépni, mind a listán várakozók száma, mind a várakozási idő nagy mértékben csökkent. Az állami támogatás egyik fő célja éppen az ilyen jellegű műtétek esetére vonatkozik. A másik fő terület az ortopédiai, ízületi, pótló műtétek köre, elsősorban a csípőízületi és térdízületi pótlások. Ezek viszonylag drága műtétek, bár ezeknél hamarabb lehet sorra kerülni, de ez a rövidülés nem olyan látványos, mint a szürkehályog operációk esetében. A harmadik érintett területen szintén jelentős eredményt tudtak elérni, ugyanis a kardiológiai vizsgálatoknál szintén gyorsabb lett az eljárás. A főigazgató szerint a várakozók száma közel a felére csökkent, ahogyan a várakozási idő is kevesebb. Csütörtökön megkezdte felkészülését a Márton Gábor vezette pécsi labdarúgó csapat. A PMFC az első helyről várja a Baranya megyei első osztály tavaszi küzdelmeit. Megtörtént az első játékos mozgás is a gárdánál. Szentes Krisztián visszatért Szászvárra, míg Krapec Balázs meghosszabbította évvégén lejárt kölcsönszerződését, így a rutinos középhátvéd a szezon végéig biztosan pécsi színekben játszik majd. A PMFC szombaton Komlóra látogat az 5. KBSK teremtornára. A tervezett program szerint az első mérkőzését 15 óra 30 perctől játssza a PMFC a megye 1-es Bonyhád ellen, majd 1 órával később 16 óra 30 perctől már a KBSK 90-es évek lesz az ellenfél. 17 órakor a pécsi MSC öregfiúk, Komlói Bányász öregfiúk találkozó lesz a helyosztók előtt. Vendégem a stúdióban Márton Gábor, a PMFC vezetőedzője. Üdvözlöm itt nálunk a stúdióban. Megkezdődött a felkészülés a PMFC-nél. Egy hosszú pihenő, vagy viszonylag hosszú pihenő időszak volt, de annyira nem, mert a Baranya válogatott nagyon szép eredményt ért el. Kezdjük inkább ezzel először is. Igen, hál' Isten, megérte a fáradozást. Egyrészt azért, mert tényleg nagyon eredményes volt a dolog. Hát egy különleges döntőt vívtunk, az első elmaradt, a másodikon 5. percben ember és gól hátrányban voltunk, úgyhogy, és innen fordítottunk 4-1-re, fordított a csapat, hát igazából ez az ő érdemük. Remekül játszottak, remek teljesítmények voltak, másrészt pedig egy jó közösség volt, tehát nagyon jól éreztük magunkat, mi is a stáb, meg úgy gondolom a gyerekek is. Próbáltunk egy ilyen lazább, kötetlenebb hangulatot teremteni, erre törekszünk egyébként mindenhol, a maga szabályaival természetesen. Úgyhogy ilyen szempontból nekünk egy kicsit elhúzódott, meg azoknak a játékosoknak, akik a Pécsből ezen részt vettek, de rengeteg csapat adott játékost a selejtezőkre, majd a döntőkre is, úgyhogy nagyon sikeres dolog volt. Sajnos hát nem kapott ez valami nagyon nagy publicitást, ami nekem furcsa, mert azért egy nagyon nagy eredmény, azért 20 megyéből megnyertük egy országos torna, tehát azért gondolom ez egy nagyon nagy siker. De hát Magyarországon vagyunk, úgyhogy itt a pozitív hír az, vagy egy ilyen hír nem hír, legalábbis nem olyan mértékű, mint kellene lennie. Most viszont egy teljes átigazolási időszakot is át tud élni a PMFC. Milyen játékos mozgások voltak, lesznek, hány új játékosra lehet számítani? Hát ami biztos az az, hogy jelen pillanatban az őszi kerethez képest, hogy a Szentes Krisztián úgy döntött, hogy visszamegy Szászvárra, több játék lehetőség reményében, hát itt 15 meccsből 15-ön játszott, nem tudom ott mennyivel fog tudni többet játszani, percbe talán. Ez az ő döntése volt, tudomásul vettük, a Krapec Balázs viszont meghosszabbította fél évre a szerződését, tehát nyárig itt maradt, őre mindenképpen nagy szükség van a rutinja, meg az öltözőben betöltött szerepe miatt. Egy nagyon jó embert és sportembert ismertünk meg benne. A keret többi része pedig hát úgy néz ki, hogy lesz sajnos, ez mostani információm, kényszerű távozójon, akit nem szeretnénk, nem szerettünk volna. Egyébként a Szentes Krisztián csak szerettük volna, meg akartuk tartani. De olyan, aki hát munkaügy miatt valószínűleg itt hagy minket, meg van olyan, akit minőségben szeretnénk változtatni, van olyan, aki súlyos sérülés szenvedett, van, aki az IFI-ből vissza lett rakva azért, hogy az IFI-nek segítsen, mert ott elég nagy problémák vannak, de mindenképpen szeretnénk egy mennyiségben is hosszabb és minőségben is
jobb keretet összeállítani, nem lesz könnyű ebben az osztályban és ilyenkor télen, meg az anyagi lehetőségek is azért befolyásolják, de bízunk benne, hogy vannak általunk kiszemelt játékosok, akik hajlandóságot mutatnak, és vannak olyanok, akik bejelentkeztek, és majd eldől, hogy sikerül-e itt ragadniuk, valamint van olyan, akit próbáltunk figyelni így a környező megyékben fiatal, tehetséges játékosokat, akiket megnéznénk, tehát valahogy ebből fog összeállni majd a tavaszi keret. Teremtornára utazik a csapat, hétvégén Komlóra. A teremtornának ugye nem az a lényege, hogy most kinyeri meg, hanem hogy sérülésmentesen megússzák a fiúk. Milyen lesz, mit várnak ettől a tornától? Igen, Komló lesz az a úgymond hagyományos torna. Én személy szerint másodszor fogok részt venni a PMFC-be, vagy az NB-es csapattal voltunk, akkor megnyertük. Most is meg szeretnénk természetesen, de ez ilyenkor máshogy működik, ez nem mind a bajnokság. De hát én bízom benne, hogy a gyerekeknek az egója és a motivációja az olyan, hogy megpróbálják megnyerni, mert én erre próbálom őket ösztönözni, hogy még a edzéseken is a mérkőzés játékot vegyék úgy, hogy igenis csináljanak bele presztízst. Felszabadultan azt szeretném, hogy jól érezzék magukat, és futballozzanak egy jót, tehát nem szoktam én ilyenkor ilyen nagy taktikát, meg nem tudom mit tart, én úgy gondolom nem erről szól ez. Reméljük, hogy jó torna lesz, jó fognak a szurkolók is szórakozni, ennek ez a célja, én úgy gondolom. Öreg fiúk is pályára lépnek azért, igen. Tehát kettő szerep lesz. Hát a pályára bicegünk, ki, aki még fut, igen, a Komló öreg fiúkkal lesz, a Pécs öreg fiúknak, az is egy hagyománynak tekinthető már ezen a tornán, a döntő előtt egy ilyen barátságos, bemutató mérkőzés, hát gondolom az már inkább a poénnak, meg a jó hangulatnak szól, de hát azért ismerve ott is egy-két játékos meg nálunk is, azért biztos, hogy lesz egy kis presztis értéke ennek is, de már más vonatkozásban, mint mondjuk régen. A felkészülési tornákat, vagy a többi edzőmérkőzést sikerült-e már leszervezni, illetve mikor indul maga a bajnokság? Hát a bajnokság, még nem tudunk konkrétat, de az információ az, hogy február utolsó hétvégén, tehát azt hiszem 27-ére esik szombat. A felkészülési mérkőzésekről annyi, hogy nagyjából egy kivételével, ami nem biztos, az utolsó, egy szerb harmadosztályú csapat még ilyen 96,7%-os állapotban van, mivel hogy az utolsó két hétre erősebb ellenfeleket szerettünk volna, a többi pedig más megyéből hasonló osztályból, valamint Kaposvár, Dombóvár, valamint a Bonyhád, aki megye egyes, ugye, és a Szentlőrinc és a Paks 2 az, aki magyar NB3-as, akikkel összemérjük majd az erőnket. Eddig úgy volt, hogy Szentlőrincre megyünk, de most a legújabb info az, hogy ők is jönnek. Tehát most a mostani tudásom szerint még a Paks 2 az képlékeny, mert nyáron ők voltak, és azt szeretnénk, hogy most mi menjünk vissza, de nagy valószínűség az is itt lesz, úgyhogy gyakorlatilag, jól tudom, mind a hét mérkőzés hazai pályán lesz. Ez úgy gondolom, hogy a szurkolóknak jó hír. Amúgy is mindig törekedtem arra, hogy a csapat szurkolói lássák a csapatot, tehát ne így csak meglepetésszerűen az első bajnoki lássák, úgyhogy biztos nekik is hiányzik már. A tapasztalatunk az ez ősszel, hogy megszerették ezt a csapatot, elfogadták, hogy most mi a helyzet, és kiálltak a csapat mellett maximálisan, úgyhogy ez a minimum, amit megtehetünk értük. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtam a meghívást, és sérülésmentes felkészülést kívánok. Köszönjük. Köszönöm szépen. Hétvégén az egyetemi sportcsarnokban játszik régiós kadett döntőt a PVSK Leány kosárlabda csapata. A pécsieken kívül a Kaposvár, a Baja és a Szeged együttese lesz a torna résztvevője. A tét nagy, hisz csak a győztes kerül a kiemelt bajnokság alsóházába. Múlt héten Szolnokon játszottak felkészülési tornát, de már a most hétvégi pécsi kadett régiós döntőre készülnek a PVSK-s kosaras lányok. Négy csapatos döntőt rendez a PVSK. A Szolnoktól igazából többet vártam, de szerintem abszolút teljesítettük azt, hogy a felkészülésünket segítette.
és szerintem sokat jelentett ez, hogy tudtunk gyakorolni, erősebb csapatok ellen is, és magasabb emberek ellen is, hiszen a Ceglédnek a komplet junior csapat ellen játszottunk, azért mi kadett korúak vagyunk, és szerintem ez nagy mértékben befolyásolta a munkánkat. A régiós kadett döntőn a pécsieken kívül a Kaposvár, a Baja és a Szeged együttese játszik a kiemelt bajnokság alsóházába kerülésért. Új év, új kihívás, új célok vannak. Hát most hétvégén egy nagyon-nagyon fontos kadett régiós döntőnk lesz, amit sikerült itt Pécsen megrendeznünk. Fönt a TTK csarnokba fogunk három vagy két nagyon fontos mérkőzést játszani. Hát bízunk benne, hogy eredményesek leszünk, hiszen csak a két megnyert meccs után jutunk tovább a kiemeltnek az alsóházába. A pécsiek a Kaposvár ellen kezdenek, a Baja csapata pedig a szegediek ellen játszik. A két vesztes a harmadik helyért, a két győztes pedig a kiemelt bajnokság alsóházába jutásért játszik. A Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának nyílt napján, január 19-én az érdeklődők megismerkedhetnek a kar infrastruktúrájával és képzéseivel, ezen belül az újonnan induló szőlész-borász-mérnök alapképzéssel is. Az új képzésben a Pécsi Tudományegyetem három intézménye, illetve a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet vesz részt a Dél-Dunántúli régió borvidékeinek együttműködése mellett. A régió szőlészetei és borászatai komoly szerepet vállalnak a képzésben, szakmai képzőhelyként lehetőséget biztosítanak a gyakorlati ismeretek elsajátítására. Híradónk végén főbb témáink egy-egy mondatban. Már 4 helyszínen lehet igényelni, olcsóbb bérlet kiváltására is használható a tükekártya. Zárul a Pécsi Értéktárbizottság fotópályázata pénzjutalom jár a nyerteseknek. 4 csapatos régiós kadett döntőt rendez a PVSK, csak a győztes kerül a kiemelt bajnokság alsóházába. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!